Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Ez a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Ígérem, hogy ma is nagyon érdekes beszélgetésünk lesz, és kis időutazás, kis történelem. 1911. május 31-én bocsájtották vízre a Titanicot. Az volt a világ, az akkori világ. Egyik legfényűzőbb, vagy talán legfényűzőbb óceánjárója a történetem ismert 1912. április 14-én jéghegynek ütközött és egyébként az elsőjezthetetlennek tartott hajót az ütközés után néhány órával elnyerte a tenger, több mint 1500 ember halt meg. Az viszont talán nem annyira ismert tény, hogy a tülélők mentésében egy magyar orvos, egy mentőorvos is részt vett, a Titalik egyetlen mentőhajójának a Kárpátia gőzösnek ugyanis magyar volt a hajó orvosa, dr. Lengyel Árpád, aki 705 ember életét mentette meg. Unokája, Völgyi Péterné, dr. Rej Márta odadóan ápolja a nagypapája emlékét, és most eljött hozzánk, hogy beszéljünk róla, mert hogy tényleg nagyon-nagyon odadóan ápolja az ő emlékét. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. Én meg köszönöm szépen a meghívást. Elmondta egyszer egy beszélgetésben, egy interjúban, hogy két magyar orvosnak ismerik nemzetközileg is a világon a nevét. Az egyik szemüvegy szignáci, a másik pedig az ön nagypapájáé, dr. Lengyel de de. És mégis úgy találtam, amikor készültem a beszélgetésre, hogy Magyarországon talán, minthogyha egy picit kevésbé lenne ismert az ő neve, már mint az ön nagyapjának a neve, mint szemüvegy szignáci. Mi lehet ennek a, az oka? Mert hát tényleg elképesztő, amit egyébként ő ott a mentésben kéz, csinált. Több oka is lehet. Az egyik az, hogy ő erről a történetről a későbbiek folyamán csak hivatalos felkérésre beszélt. Tehát felkérte őt a budapesti orvosi kaszinó, amikor visszaértek a Kárpátiával fikumébe, hogy tartson orvosi szempontból egy előadást, tehát a mentés orvosi eljárásait. Ezen kívül a Magyar Rádió kérte fel kétszer, 32-ben és 37-ben egy-egy ötperces szöveg elmondására, ami egyébként meg is van. És ezen kívül hivatalosan ő erről egyáltalán Na nem de a leszél, Titanic de családban sem. Na de a Titanic története, hát nagyon sokan feldolgozták, tényleg szinte éppen beszéltük itt adás előtt, ugye önök könyvet is Ittán. írtak róla, nagyon sokan szinte percről percre feldolgozták az eseményt, az utána történteket is, tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon sok részlet erről került, és így került elő nyilván az ő neve is. Ez így van, de ő annyira, őt annyira megviselte ez a történet, hogy nem beszélt róla sem a családban, sem baráti körben, sem sehol, csak hivatalos felkérésre, és összesen ez a három alkalom volt. Egyébként ugye az is érdekes az ő történetében, meg az, hogy ön is ezt is ugye elmesélte, és ez is nagyon különleges, hogy egy újsághirdetésben találta meg a jelentkezési lehetőséget, és így ment el tulajdonképpen a, a hajóra. Nagyon megtetszett neki a, a, hirdetés, ezt olvastam, és hogy fiatal volt, nőtlen ült, hogy végre egy picit világot láthat. Az, hogy tehát ezek szerint neki ez egy váratlan döntés volt, ő mit terve, ezt az életét Biztos, nem, hogy így, nem, nem így gondolkozott, nem szeretett volna eredetileg hajóra menni dolgozni, mit erről tudni. Azt nem tudom, hogy szeretett volna vagy nem, de azt tudom, hogy amikor 1909-ben lediplomázott, akkor ö, elment a Rókus kórházba dolgozni, ő fülorgégész volt, és ott kapott állást. És már két éve ott dolgozott, amikor 11-ben olvasta ezt az újságkérdést, amit mintha rászabtak volna, és úgy gondolta, hogy ez a világlátás legjobb módja, a nyelvgyakorlási adott esetben a foglalkozás gyakorlásai, bár arról nyilván nem volt szó, hogy ilyen körülmények között de minden esetre ő, ő úgy gondolta, hogy ezt ő megpályázza, és el is nyerte ezt az állást. Ugye aztán, amikor megtörtént a tragédia, arról tényleg nagyon-nagyon sok feljegyzés, visszaemlékezés, film, Én és van. minden egyéb készült, nem tudom, hogy összevetette az, a, a nagyapja által elmesélt részleteket azzal, ami mondjuk megjelent, Szóval mi az, ami mondjuk újdonság tud ebben lenni? Azért kérdezem, mert ugye azt mondta mindig, hogy nem csak őrző, hanem kutatója is a történetnek. Milyen olyan új információ vagy érdekesség jöhet még elő egyáltalán a Titanic esetében, vagy akár a nagyapja esetében? Hogy előjöhet -e még valami, azt nem tudom, de ugye sosem mondjuk azt, hogy soha, mert ez így van, mert mindig lehet valami új de azt tudom, hogy ő, ő főleg az orvosi részéről írt ennek a történetnek. Tehát, hogy hogyan zajlott a mentés, hogy milyen esetek voltak, hogy 42 töréses eset volt, hogy a hideg dacára hűlés szinte, meghüléses betegség szinte nem volt, viszont kivétel nélkül mind a 705 ember sokkos állapotban volt. És abba borzasztó bele is gondolni, hogy 705 Teljesen megzavarodott ember, össze-vissza rohangáló, egymás családtagjait kereső ember között ott tölteni három és fél napot. Ez valami elképesztő megterhelést jelentett, plusz az orvosi munka, ugye, amit még nem is vettem hozzá. Tehát, hogy a, a kezelés, a gyógyítás, a műt, hiszen ott műtöttek is, a 42 töréses esetet azt műtötték, kialakítottak két, két kabinból műtőt és a másik két orvos, aki a hajón szolgált, azonnal megkezdték a műtétek elvégzését. Egy írorvos és egy olasz orvos volt. És azért találkozott a nagyapám elsőként a megmentettekkel, mert a három orvos közül neki volt egyedül akkor már 8 éves mentős gyakorlata, hiszen tagja volt 1904 óta, amikor beiratkozott az orvos egyetemre, azzal a lendülettel beiratkozott a mentőkhöz is, mert azt mondta, hogy, hogy a mentési folyamat őt rendkívül érdekli, és, és ez egy olyan terület a gyógyításnak, amivel foglalkozni kell. És úgy tudom, hogy mindenkit sikerült megmenni, akit fölhúztak akit, a Az a 705 ember, az viszonylagosan, így kell, hogy mondjam, hiszen sokan súlyos állapotban voltak, de viszonylagosan, tűrhető állapotban kerültek ki a hajóról, tehát a 705 ember mind megmenekült. És akkor egy mondatot feltétlenül szólni kell Arthur Henry Rosszron kapitányról, aki egyrészt azonnal, elment a, azonnal vitte a hajóját a mentésre, tehát ez volt az egyetlen hajó, amelyik tényleg mentett. A másik pedig az, hogy Rosszron kapitánynak az volt a feladata, hogy New Yorkból visszajöjjenek Fiumébe. Ő azonban azt mondta, hogy ezek az emberek New Yorkba készültek, mi elviszük őket oda. És mentek New Yorkba. Uh -huh. Múltkor éppen azon gondolkoztam, hogy vajon jár-e ez valami fegyelmi, eljárással Rosszron kapitányra nézve, de erre nézve nem találtam semmiféle adatot. Igen, és ugye amikor érkezett, akkor elhoztál hmm. a könyvet is, Igen. amelyet önök írtak, ugye közösen. A titani katasztrófa századik évfordulójára Igen. készült ez a könyv. Elképesztő részletességgel. Tényleg, azért mondtam, az a beszélgetésünk ellenőri szintre olyan, mint hogy a percről percre dokumentálva lenne a Titanic tragédiája. Önt személy szerint, nyilván a nagyapja és az érintett miatt nyilván érdekli ez a téma, és odafigyel minden Tehát Te mit tapasztal, hogy, hogy mennyire figyelik az emberek, mennyire érdeklik az emberek, mennyire szeretnék megismerni a nagyapjának a történetét? Azt nem mondom, hogy a nagyapám történetét Szeretnék megismerni magának a titaniknak a történetét. Szóval ez a még mindig a Ez mindig érdekes. még mindig. Talán szabad elmondanom, hogy most van a Krezgéza Mentő egy nagy kiállítás, a Titanik és Kárpátia ez a címe és június 30-ig terveztük az áprilisban megnyílt kiállítást. Most jelenleg ott tartunk, hogy szeptember 30-ig vagyunk nyitva, meg kellett hosszabbítani, mert nagy az érdeklődés. Folyamatosan jönnek csoportok is, külföldiek is. Múltkor éppen egy dél-koreai anyuka hozta a kisfiát. Van egy két méter 80 centis hatalmas titanik makettünk, hát egy kisebb kárpátiánk nyilván, de azt hiszem, hogy ez az érdeklődés, ez, ez nem múlik ki a világban. Mi a titka ennek az érdeklődésnek? Miért ilyen, én, Én, ilyen mind, nagy én az nagyon érdeklődés. sokat gondolkoztam ezen, hiszen közben utána volt ugye két világháború, itt nálunk volt egy 56, és nagyon sok egyéb tragikus esemény, ami emlékezett megőrzést kíván, de ez volt békeidőben, tehát akkor még békeidő volt 12-ben, ez volt békeidőben az első igazán nagy tragédia, amikor rengeteg ember halt meg. Uh -huh. Semmi én én erre ez én vezetem vissza, hogy mm. ez lehet az oka. Az biztos, hogy ö, óriási traumákat okozhatott feltételezem, ahogy ön is említette a, tulajdonképpen a nagyapjának is, ha úgy mondjuk az életének az első és egyben utolsó ö, hajós ha jó. Ha jó, ö, szolgálata, szolgálata volt, mm. mert hogy annyira megviselték a történtek, meg nyilvánvaló, amiket, amiket látott. Itt az emberi történeteket, nem mondtál esetleg, vagy ezekről egyáltalán nem beszélt? Ha kérdezték, akkor sem? Ö, vagy hogy nem, nem tudjuk nem, ezt nem, elképzelni? Nem akart, a ő nem bar. akart erről beszélni. <kül> Ez egy nagyon nagy tragédiát jelent, az jelentett az ő életében egy rettenetes traumát, és próbálta ezt nagyon mélyre eltemetni. Az más kérdés, hogy hivatalos felkérésre természetesen beszélt róla, mint ahogy az orvosi kaszinóban is, sőt, a mentők lapjában, ami akkor még rendszeresen megjelent, abban két cikket is írt erről, de Baráti körben, családi körben, erről nem beszélt. Azt olvastam, <kül> hogy helytállásáért akkor még legalábbis ugye hivatalos állami kitüntetést nem kapott. Ez azóta sem változott. Viszont vannak-e ez is egy kérdés, hogy ennek vajon mi lehet az oka. Egyáltalán kell ezzel foglalkozni, számít -e ez, van -e ennek jelentősége, ön, ha látja, mert tényleg annyira részletesen figyeli az ő útját. Nem, sohasát. nem hiszem, hogy ennek különösebb jelentősége lenne. De miért nem lenne azt, azt kapta, hogy ami tényszerű, hogy József Főherceg és Augusta Főherceg asszony meghívták egy vacsorára. Tehát ez volt a kitüntetés. Egyébként pedig két nagyon fontos kitüntetést is kapott. A Liverpooli hajó társaságától egy gyönyörű díszoklevelet, és ehhez egy ezüst érmet, ami egy mentési jelenetet ábrázol, valamint egy aranyérmet kapott a Titanicról megmentett utasoktól, összeadták rá a pénzt, és a hajó minden tisztjének csináltattak egy aranyérmet, és hát az orvosok tiszti állományban voltak, úgyhogy így ő is kapott egy aranyérmet, és, és akkor itt kell megemlítenem azt is, hogy, hogy az édesanyámnak köszönhetően ez a tárgyak megvannak, és még sok minden más is, amit sikerült mindenféle történelmi buktatón keresztül megőrizni. És önt, ha kérdezhetem személyesen, mi az, ami ennyire hajtja, hogy ennyire ápolja, odafigyeljen az ő emlékére? Mert láttam beszélgetést is önnel, a lakásából is felvételeket, hogy olyan tulajdonképpen, mintha egy múzeumban lépne az ember, ha ezt nézzük, mert tényleg ott Igen, vannak ezek a, a tárgyai, ezek most a személyes tárgyai van, is. Igen, ezek most ott vannak kiállítva a mentőmúzeumban, és nagyon örülök neki, hogy ennek a kiállításnak nagy sikere van, mert ez is egy lehetőség arra, hogy a nagyapám neve fennmaradjon. Én nagyon szeretném, hogy az ő neve fennmaradjon, mert, mert valóban nagyon sokat tett az emberekért, a mentés folyamán is, és a későbbiek folyamán is, hiszen egész életében mentőzött. Élete utolsó percéig mentőorvos is volt, és még nagyon sok minden más foglalkozása is volt, hogy úgy mondjam, hiszen fülorgégész volt, iskolaorvos volt, ott az iskolában egészségtanórákat tartott, a betegsegélyző pénztár ellenőrző orvosa volt, és ami, ami nagyon fontos, hogy rengeteg nyújtottan folyamot szervezett. Ő nagyon hitt abban, hogy mindenkinek meg kellene tanulnia első segét nyújtani. És elment gyárakba, vállalatokhoz, cégekhez, iskolákba, különböző klubokba, egyletekbe, és láttam is egy olyan oklevelet amit ő, ő írta alá, hogy valamilyen Irén nevére szólt, most már vezeték névre, nem emlékszem, az elsősegény nyújtottam folyamat eredményesen elvégezte, aláírás dr. Lengyel Árpád, és számtalan ilyen volt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy, ez egy olyan ö, cselekedet, egy olyan ö, vállalkozás, az első megtanítása, ami valóban nagyon fontos. Hát a mai napig vannak első segélynyújtó tanfolyamok. Az én édesanyám, a nagyapám lánya, aki műtősnő lett, akkor vitte tovább ilyen értelemben így egy picit van, ezt a így hagyományt. van. Ő, ő, például, én a Trefort utcai gimnáziumban jártam, a Trefort utcában volt egy Szék-rendelő intézet, ahol az anyukám nő volt csebészeten, és ő átjárt hozzánk az iskolába, és tartott ott elsősegényújtó tanfolyamokat. Tehát ő vitte tovább. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez, ez, egy olyan fontos dolog, amit ugyanúgy meg kellene tanulni, mint mit tudom én, számítógépen dolgozni. Tehát bármi mást, mert, mert így tudunk egymásnak segíteni, és ez a segítés szándéka, ez a nagyapámban mindig, mindig benne van. Próbáltam igen megfejteni az ő történetét, és hogy mi okozhatta, vagy mi, mi okozhatta azt, hogy nem ment vissza mondjuk esetleg többet utcájáról, vagy, 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 vagy tengerre mondjuk, és ugye nagyon érdekes ez ebben a történetben az, hogy, hogy amikor a Kárpátia megkapta ugye a, titaniknak a az üzenetét a, magáról az ütközés, illetve az, hogy tulajdonképpen süllyed a, a hajó, akkor a kapitány a szerint 58 tengeri mérföldre lehettek egymástól, és de aztán kiderült, hogy mind a Titanic ugye rosszul adta meg a, a pozícióját, a és a Kárpátia is <laughs> tulajdonképpen tévesen határozta meg a sajátját, és ezért tulajdonképpen csak a szerencsém múlt, hogy végül is hát rátaláltak, vagy megtalálták <laughs> a hajót, és ezen gondolkoztam, hogy, hogy mind múlnak dolgok, hogy ezek a tények, ez a helyzet, ez milyen hatással lehetett mondjuk egy, egy, egy olyan személyiségre, mint, a, mint, az ön nagyapja, aki szeretne segíteni, szeretne megmenteni minél többet, és akkor azt látja, hogy te jó ég, hát csak a szerencsém múlhatott. Nem tudom, hogy ebből vannak, az vannak ilyen rá. dolgok, amik csak a szerencsém múlnak, de hát mondhatjuk azt is, hogy az is egy, egy furcsa helyzet volt, hogy a Titanic leadta az SOS jelzést, Morzén. Most volt egy hajó, amelyik közelebb volt a Titanichoz, mint a Kárpátia, ahol nem vette a távirász a jelzést, mert neki fél tizenkettőkor este lejárt a munkaideje, és ő teljes joggal elment aludni. Egy távirász volt a hajón, nem vették a jelzést. Egy másik hajó, ami szintén egy kicsit közelebb volt, ott ö, látták a fényle, fényjeleket láttak, mert hogy a Kárpátia vagy a Titanic ö, rakétákat lőtt fel. Na most ezeket a vészjelző rakétákat, ezeket tűzijátéknak nézték. Tudták, hogy a Titanic valahol ott van a közelben, és gondolták, hogy na biztos az úri közönség játékozik, és nem mentek a mentésre. Csak a Kárpátia ment, ahol ott volt a távirász. Na most ennek a történetnek a következtében 1913-ban Londonban rendeztek egy nemzetközi hajózási konferenciát, amelyen két dolgot határoztak el nagyon keményen, hogy minden hajó köteles 12 órás váltásban két távirázt alkalmazni, és minden hajó köteles annyi mentőcsónakot magával vinni, amennyibe a teljes utas és személyzet létszám belefér. Na most az első ellen nem volt semmi kifogás, de ez a annyi mentőcsónak ez oly mértékben terhelte volna meg a hajókat, hogy ezt nagyon kevés hajó tudta betartani. Tehát végső soron ebből a szempontból nem nagyon változott a helyzet. Igen, ez érdekes, amit mond, mert tényleg, amit az elején is említettem, hogy a Titanicot tényleg, hát ha valamit akkor, abban a korban elsülyezthetetlennek tekintettek, akkor az pont a, pont a titanik volt Így van. ebből a szempontból. Ez is egy nagyon Így tanúságos történet. Egyébként olvastam a Kárpátiáról is, hogy egy egy kivándorló hajó volt, vagy ennek és keres, kivándorló És kereskedelmi hajó, mert árut is szállított, meg embereket is szállított. És azért nevezték el Kárpátiának, ha megengedi, hogy elmondjam, Persze. mert mert nagyon sok magyar kivándorló is ment vele, és ez a név, ez ugye magyar hangzású volt, egyébként is fiúméból indult, tehát mert az még akkor Magyarországhoz tartozott, és menetrend szerint közlekedett, nem, a menetrend is megvan, menetrend szerint közlekedett fiume és New York között. Tehát ment vitárút, szállított embereket, visszafele is a volt utas, vagy más áru. Tehát ezt, ezt is írta a nagyapám a, a feljegyzéseiben, hogy az volt a szerencse, hogy a Kárpátián bőven volt mindenből, tehát élelmiszerből, gyógyszerből, kötszerből, mindennel el tudták látni megmentetteket. Mennyire voltak részletesek egyébként a nagyapjának a beszámolói utólag? Mert ugye említett, hogy elsősorban az orvosi igen. részleteket tartalmazta, de ezen kívül volt esetleg bármilyen, ami személyes volt, igen. ami érdekes volt, ami megmaradt önben? Igen, igen, volt ami, ami a mentéshez is tartozik, de az utasokhoz is, akiket fölvettek, Tudnélik, elsősorban az a rettenetes pánik ö, döbbentette meg őt is, amely a Kárpátiára érkezéskor tört ki az utasok között, a felvett utasok között, hiszen mindenki valakit keresett. Nem egy csónakban jöttek, nem egy mentőcsónakban jöttek, hanem külön. Mondjuk a férje egy másikban volt, a feleség egy. Megint másikban, ugye először a, a férfiakat nem is engedték be a mentőcsónakokba, csak a nőket meg a gyerekeket. Akkor volt egy olasz anyuka, aki szaladgált össze-vissza a hajon, és kiabálta, hogy bambini, bambini, bambini. És akkor találtak egy, egy kisfiút, aki olyan nagyon olaszos, uh -huh. külsejű volt, vitték anyukához, és anyuka boldogan ölelte magához, és akkor mondta, hogy dú-e, dú-e, hogy neki két gyereke volt. Csak megtalálták a másikat is, akit éppen a konyhában etettek a konyhások úgyhogy ö, volt egy, egy kis spanyol fiatalasszony, 16 éves volt, aki, aki a nász útján volt, és a férje nem élte túl. És egész addig, amíg megérkeztek New Yorkba, addig a nagyapám nyomába járt, mert a, valószínűleg az alkata emlékeztette a férjére. És Könyörgött neki és sírt, hogy miért nem szólsz hozzá, miért nem beszélsz, már nem szeretsz, miért nem beszélsz. Most lehet képzelni, hogy ez micsoda traumát jelentett a nagyapámnak, hogy hogy nem nem tudta őt megvigasztalni, és nem mondhatta azt, hogy ő a férje, mert hát nem az volt. Uh -huh. És személyes történetek, amik nem, nem, a, nem a megmentettekről, nem a túlélőkről szólt, hanem esetleg róla, amit ő, ő úgy gondolt, hogy fontos saját magával kapcsolatban megemlíteni, ezek nem, nem. voltak. Nem, nem. Tehát nem. Csak, csak a túlélőkkel és csak a emberekkel és és az És az orvosi szempontokkal, hogy, hogy miért ő, 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 neki kellett meghatározni, hogy ki milyen ellátásban részesüljön, mert hiszen neki volt ott egyedülmentős gyakorlata, akkor már nyolc éve, és ez, ez predestinálta őt arra, hogy Mindenkiről úgy, úgy, nagyjából első látásra megmondja, hogy most műteni kell, nem kell műteni, mit adjanak neki milyen gyógyszert, nagyon sok nyugtatót használtak, nagyon sok énénkítőt is használtak, hiszen voltak ilyen teljesen eresett, átfagyott emberek, akiket muszáj volt egy kicsit életre kelteni. Rengeteg forró levest főztek a konyhán, kikészítették a szeszes italokat is, mert azért kellett, hogy átmelegítsék. Az embereket. Szóval nagyon-nagyon sok minden munka volt, és sok rétegű munka volt, tehát orvosi munka és személyzeti munka és minden, és ezeket megpróbálta ő összefogni. Tehát ez egy hatalmas feladat volt. Pontosan is beszéltünk ugye arról, hogy, hogy az emlékét amennyire csak lehet ápulni, és ahol csak lehet Igen. beszél arról, hogy ő mi mindent vitt végbe. Mi lenne ön szerint mondjuk az ideális megemlékezése a nagyapja számára? Mi ugye beszéltünk róla, hogy emléktábla avatás volt. Éppen valakivel beszéltem a minap a. A, aki mondta, hogy hát akár egy utcát is elnevezhettek volna róla, egy teret elnevezhettek volna, egy metroállomást elnevezhettek volna, szóval lenne bőven lehetőség, vagy kreativitás arra, hogy az ő emlékét egy picit jobban megőrizzük. Ön ebből szerint már, mi lenne ebből a már egy pár dolog megtörtént. Hát először is három emléktáblája van már. Az első, az Pilis Maróton volt, az elsőnek az avatása, hiszen ő ott született, és miután a, a házuk már régen leégett, ezért az orvosi rendelő falára tették az emléktáblát, mint legilletékesebb helyre. Ez azért is jó, mert az orvosi rendelő a főtéren van, a főtérre mindenki bemegy, a főtérről indulna, indulnak a, a pilisbe vezető kiránduló utak, tehát valóban mindenki látja ez az egyik. A másik tábla sorrendben a 8. kerület Rákóczi út 11-es számú háznak a falán van, ez a Rákóczi út Puskin utca sarok. Ahol élete utolsó éveiben ők laktak. Tehát 33-ban költöztek oda, és ugye ő 40-ben halt meg. De aztán a, a nagymamám, meg az édesanyám, ők ott maradtak a lakásban és aztán később az apai nagyszüleim is oda jöttek, mert őket meg kibombázták 44-ben, és én is oda születtem. Szóval én ott éltem 26 éves koromig abban a lakásban, amiben ők laktak. A harmadik emléktáblája pedig három éve a Kapás utcai rendelőfalán avattuk, mert hogy ott volt életének utolsó éveiben filorgégész főorvos. Most pedig sor került egy, egy gyönyörű emlékműavatásra, ez emlékmű, ez nem emléktábla. Ez két részből áll, két nagy táblából áll, amin, ami fémből van, és ki van ö, hagyva rajta annyi hely, hogy megjelenik az arcképe, hogy megjelenik egy fa, hogy, hogy, rajta van a neve, a születési és, és halálozási évszáma. Tehát egy nagyon-nagyon szép, nagyon gondosan kivitelezett emlékmű, kis köveken áll, tehát egy kicsit magasítva van, és ez a Pilismaróti Dunaparti sétánynak a kiinduló pontja, és ezt a sétányt nevezték el most Lengyel Árpád sétánynak. Tehát most már van róla. Legalább már. Hát, van. Igen, most már van róla utca is. Hát elmelezzem. akkor remélem, hogy egy picit akkor mi is hozzá tudtunk tenni ahhoz, hogy minél többen megismerjék az ő történetét önön De én keresztül. Is, én is remélem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk, és tudtunk róla beszélni. Nagyon Önöknek szépen pedig köszönöm. köszönöm szépen a figyelmüket. Ez volt a, a Selfie, a Szabad Európa Podcast, Jelen is Látták Hallották.